30. másodpercben vezetést szereztek. De aki azt gondolta, hogy sima győzelmet arat Madarász János vezetőedző együttesen, az nagyot tévedett. Óriási csata, fantasztikus gólpárbaj kerekedett az összecsapásból. Tatai először a pályán most ezen a mérkőzésen. Dávid elrontotta és egyből egyenlít a vendégcsapat. Egy rosszul átvett labda és azonnal megbosszulja magát a szituáció. Nem is gondolkodott sokat az Aramis játékosa. Kulcsár Gábor góljával egyenlítenek a zöldmezes vendégek. Igen, egy eladott labda Dávidtól. Jobb oldalon jön a támadás, vagyis hát jobb oldalon kellett volna folytatódni, ha passzolt volna az Aramis játékosa, de nem tette. És ez is bizony rossz passz volt. Most 2-1 ellen, ott a nagy cicsel, ott a lövés és ott a gól! Vezet az Aramis. A 19-es mezben játszó Fekete Olivér a gólszerző. 1-2. Hívjuk ezt hideg zuhanynak ebben a meleg teremben? Talán még azért nem kell. Gál András fut a labdának. Hú! Azt a mindenit! Gál András a Calvin térről a bal felsőbe bombázta a labdát. 1-3. Hát ez hihetetlen. Ugye, hogy nem véletlenül mondtam a Madarász János, hogy ne ígyunk előre a medve bőrére, mert jó csapat az Aramis, és biztos, hogy játszanak azok a játékosok, akik a Nyír Gyulai ellen nem. Mert különben hogy is lehetne most 3-1. Labdaszerzés, passzolni kell, ott a lövés, és ott a gól. Szépít Bencsik Roland góljával a Veszprém az Aramis ellen. 2-3. Gyurcsányi. Nagy bomba Gyurcsányi! Hát az ikerpárja az Aramis gólyának. 3-3. Elképesztő gólokat látunk ma. Újabb sarokrugás. Az jó lehet még, de fordulhat a Veszprém. Tatai. Nem tudják visszarántani sem. Ez pedig egy tiszta szerelés volt. Legalábbis labdára irányult. Ez pedig egy bebőrözés. És ott a gól! Milyen gólt szerez az Aramis! Ez valami hihetetlen. Vezet újra a zöldmezes vendégcsapat 4-3-ra. Ez jó csel volt. Csúnya belépő nagyon. Gál András volt brutális. Gál azt mondja, hogy ütöttek felé. Vérzik is. Tatai. Kar. Rálőtt labda. Ez brutális volt. Schmidmayer. Gyurcsányi. Szépen tovább tett labda. Dávid. Ketten vannak a nyakán. Dávid. Hoppá, öngól! Hát, ami nem sikerül a Veszprémnek. Kulcsár Gábor saját hálójába rúgja a labdát. 4-4. Ez egy igazi dráma az Aramisnak. Schmidmayer. Jó Csányi. Jó a csel. Pontos a passz. Ez is. Nagy zicser, Gyurcsányi belőli! 2:48 a vége előtt. Nagy passz kapott Bencsik Rolandtól. És Gyurcsányi góljával megfordítja a meccset 1-3-ról a Veszprém. Az ember örül annak, hogy nyer, és én is örülök, hogy behúztuk ezt a 3 pontot, viszont nem vagyok benne biztos, hogy ezt a 3 pontot most megérdemeltük. Frank Tamás, a vendégek mestere úgy érezte, hogy a Veszprém nagy segítséget kapott a játékvezetőktől.
Nagyon nagy segítséget kaptak a veszprémiek a játékvezetőtől véleményem szerint. Nyilván meg lehet ezt majd nézni utólag, és akkor lehet rajta vitatkozni, de attól függetlenül a csapat dicséret érdemel, mert mindent megtettek a mai mérkőzésen. Jelen pillanatban ennyire voltunk elegek, de továbbra is azt mondom, hogy egy Veszprém szintű csapatnak nem kell ekkora segítség, mint amit itt ma kapott. Az első futsalklub Veszprém a harmadik fordulóban is hazai pályán játszik, a Csömör együttesét fogadják hétfőn.